terem, amint egyből látható fekete-fehér. Lehetne a teremnek az a címe, vagy ennek a ciklusnak az a címe, hogy mondjuk egy omás a Malevics, aki 100 éve festette meg a fekete négyzetet. Arról csak egy pár szót szeretnék mondani. Amikor Cézanne 19. század végén a provence-i tájnak elkezdte festeni a lombkoronái csíklapokból, akkor valószínűleg mindenkit a jeges lehet hozott el, és nyilvánvalóvá vált, hogy a klasszikus festészet meg fog változni. A nagy társadalmi változások előhozták aztán a nagy művészeti változásokat is a 20. században, és ennek a legdrámaibb része az Oroszországon történt, ahol létrejött a konstruktivizmus, ami máig tart, és a 25. században is átvindel. Ennek a egyik legnagyobb alakja volt, és nem térek ki a többire, mert hiszen itt most Malevicsről van szó, legnagyobb alakja volt Malevics, aki vagy 13-ban, vagy 14-ben, vagy 15-ben minden forrás más jelöl, megfestette a fehér alapon a fekete négyzetet. Hát ez egy megdöbbentő dolog volt. Művészettörténészek úgy értelmezik ezt, hogy megfestette az alapját a festészetnek. Mi évával fordítva gondoljuk, hogy megfestette a végét a művészetnek, aztán gondolt egyet, és 17-ben újra nyitotta a dolgot, és megfestette a fehér négyzetet és a fehér alapon. De minden esetre ez a konstruktív művészetnek az ikonjává vált ez a fekete négyzet. Nincs olyan múzeum, aki egy darab fekete négyzetet megpróbált volna szerezni, mindegy, vagy egy téglap, vagy egy kép, vagy egy grafika, minden jelentős múzeumban ott van Malevics fekete négyzete. Tehát lehetne ez úgy mondani, hogy ez egy omás terem, de mégse az, mert én tovább gondolta ezt a dolgot. Tehát ugye Malevics úgy gondolta, hogy az a szuprematizmus, amit ő magának hívott, magát úgy nevezte, az valami abszolút tökéletes. Mikor 1915-ben Szentpétervárra először kiáltották a képet, akkor a egyik sarokban a képek fölé a mennyezet alá helyezték el ezt a fekete négyzetet, tehát mindegy a kiállítás fölött uralkodó volt ez a nézet. Éva viszont azt gondolta, hogy nem véletlen az a piros négyzet, ami ott van, mert 14 és 17 között Malevics festett egy piros négyzetet is, és mint egy megmondóra ezt az egész dolgot kinyitotta a színek világa felé, hiszen párhuzamosan vele Kandinsky éppen a színekről csinálta a tanulmányait és a képeit, és ez a két művész párhuzamosan együtt rakta le a konstruktivizmus alapját. A konstruktivizmus egyébként honnan ered, hogy némi újra konstruktivistának hívta Malevics a Kandinskyt. Nos, tehát Éva azt gondolta, hogy mint ahogy tovább lépett mindenki, és az egész 21. század tovább lépett ezen a két négyzeten, de mindenkiben ott van, és mindenki figyel rá, aki képzőművész, és mindenki úgy gondolja, hogy mégiscsak valahol az alapja ez a festészetnek, ő is tovább fejlesztette, és egy példát szeretnék mondani azt, hogy gondolom én ezt a művészet történet egymásra rakodását a művészekben. Ugye Malevics megfestette a fehér passepartoutba a fekete négyzetet. Eltelt 50 év, és az amerikaiak, minimalisták, elhagyták a passepartout, és lefestették az egész képet feketére. 50 év telt el a képzőművészetben, míg ezt valaki megcsinálta. Ha ismer az ember a folyamatot, hogy közben miket kínlódtak, hogy próbálgatták eltüntetni azt a fehéret a feketéről, az egy hihetetlen izgalmas dolog, de minden esetre a minimalisták nyitottak egy olyan korszakot, amikor a fekete festészet elterjedt a világon, Párizsban most fog nyílni Szolásnak a fekete kiállítása, aki az európai legnagyobb fekete festő volt, vagy él most szerencsére. És ugyanez nyitotta meg, tehát ez a fekete négyzet
és az amerikai minimalizmus nyitotta aztán meg azt a lehetőséget, hogy létrejöjjön a 80-as években az a progresszív festészet, amikor direkt felületeket festenek egy színre. Tehát a művészet történet így épül egymásra. A Tóth Krisztina, amikor az akadémiai székfoglalóját tartott, azt mondta, vagy azt írt, arról írta, hogy a magunkban hordozott mondatok, tehát amit öntudatlanul hordozunk magunkban, amit ismerünk, amit tudunk a művészetből. Tóth Árpi direkt kereste meg azokat a mondatokat, és kötetté szervezte, amit idegen anyagoktól épített egy kötetés ellen. Innenbe írta meg a verseit. Tehát bennünk hordozzuk, mindenki magában hordozza a régi művészetet. Éva például rengeteg mindent tanult azokban a múzeumokban, és azokban a képtárakban, azokban az épületeken, ahol mi egész életünk során jártunk, mert mi nem nyaral jártunk életünkben, hanem mindig ilyen helyeken töltöttük a szabadidőt. Nos tehát, amikor elkezdett ezzel foglalkozni, nagyban segített neki a németországi kép, mert ott a pályázat egy hullám dologra volt kiírva, illetve Wasser volt a pályázat cím, és épp egy hullámot asszociált benne. És akkor benne maradt ez a rengeteg forma, és a konvers, konkávnak a formáiból felépítette azt, amit ő Malevichről gondol. Tehát azért mondom, hogy ez nem egy tisztelet a Malevich előtt, hanem ez a Malevichnek azon tisztelete, hogy tovább gondolom Malevichet, és tovább építem. Itt ez a sor készült el először, és ez átvezet bennünket a következő terembe, ezek rejtőzködő négyzetek. Tehát itt egymáson több négyzet van, egymásra helyezett négyzetek, ahogy metszik egymást, transzponálnak, megsokszorozzák önmagukat, és azok a rejtőzködő négyzetek, ami aztán az Évának a fő tevékenysége, vagy fő problémája, azok a következő teremben láthatnak. Itt látható, itt egy olyan sor látható, hogy a fekete négyzetből hogyan válik fehér négyzetté felület. Itt vannak a különböző formái és a különböző arányai, ahogy akár onnan indulunk, akár a feketéből fehérbe változik ez, akár a fehérből a feketébe. És akkor menjünk át a rejtőzködő négyzetek termébe.